Szobor nélkül és a rossz idő miatt ezúttal a Borsi Művelődési Házban szervezték meg II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulóját. Nagy Csaba, a Vajai Rákóczi Tárogató Egyesület előadásával kezdődött a fejedelem 337. évfordulójára szervezett ünnepség. Minnyájan értesültek arról, hogy a szobrot pár héttel ezelőtt ellopták. A rendőröknek köszönhetően megtalálták, de sajnos három részre feldarabolva. A szobor helyreállításán már dolgoznak, hogy méltóképpen visszakerüljön az eredeti helyére, a Borsi kastély elé. Éppen ezért került sor arra, hogy itt benn a kultúrházban tartjuk az ünnepség első részét, utána levonulunk majd a kastélyhoz a koszorúzásra. Most felkérem Gubala Róbert, római katolikus esperest, hogy imában fejezzük ki hálánkat a szobor megtalálásáért, illetve kérjük az esperes urat, hogy az ajándékba kapott székely zászlót is áldja meg. A zászló megáldása majd, amikor a szobor megáldásra fog kerülni, sorra fog kerülni, akkor fog történni. Most viszont II. Rákóczi Ferenc gondolataival, szavaival imádkozzunk a hazáért. Úristen, igazság kútfeje, kegyelem, kimérhetetlen forrása, ki parancsolatodról megfeledkezett népedet, néha napján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörjed gőgét, s amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásból újból kegyelmet nyújts néki. Bevalljuk, Urunk, őseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellenet támadván valóban megérdemeljük ostorodat. Rászolgáltunk, Urunk, hogy nemzetünk dicsősége elenyészék, s gyermekeink elfeledjenek magyarul imádkozni. Méltók vagyunk, hogy magvunk szakadván, eredetünk emlékezete és nemzetünk neve feledésbe merüljön, mivel elhajoltunk tőled, Istenünktől és Urunktól. Mindazonáltal, ó Urunk, tekintsd a nyomorúság ez örvényébe hullott népednek sóhaját, hallgass meg a szegények, az özvegyek és árvák hozzád felsíró jajkiáltását. Tekintsd a bűnhődésre kész ártatlanoknak kiontott vérét, s ne feledkezzél meg irgalmasságot cselekedeteitől, amelyekkel hajdanon kegyesen elárasztottad szolgaságban sínlődő választott népedet.
Add végül, Urunk, legkegyelmesebb Atyánk, hogy felvétettvén néped kebelébe rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételed őreivé legyünk, utunk nyugalomban és békességben vezessen hozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a bűn szolgaságából, és megváltassunk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Most Klóbert Gábor vers előadása következik, Mihály Molnár László, Borsi emlékezik. Mihály Molnár László, Borsi emlékezik. Mélységes mély az idő kútja is, víz hangzik benne sok kőcsobbanás. Leomlott várfal, letörött zászló, millió sóhaj és zord földindulás. De mint a tenger, úgy morajlik végig, jelszava harsog, felhangzik az égig, az Istenhez hajló magyar szabadság. Cum Deo Pro Patriat Libertate. Itt született a szabadság őre, hűs Bodrog partján, Bors vezérhonán. Rávártak soká, őt rendelte ide, hosszú tél után egy zajló áradás. Pihennek már mind a harcosok, s a fejedelem porukhoz visszatért. Az ősi dómban nem lel nyugalmat ott, hol egykoron fohászkodott te honért. Mert e tájat s hazát újra felszabdalták háborúk hősei, pogány gyilkosok. Földünket s múltunkat sokszor kifosztották, de Rákóczi híre el mégsem kopott. Mert hitték, hogy lehet. S tudták az utat, Petőfi, Kossuth és az 56-osok. Istent és hazát el nem eresztenek, a szabadságért halt szegény magyarok. Mélységes mély történelmünk kútja, benne e hely hűsítő pohár. Borsiban született, innen indult útja. Szabadság zászlaja lelkünk tornyainál. Hiába bukott el a szatmári síkon, hiába jött később világos Arad, s Trianon keresztje állhat még a síron, de e nép itt mégis úgy is megmarad. Mert a mi keresztünk Szent István keresztje, mert a mi patrónánk az a boldogasszony, aki Rákóczit is oltalmába vette, hogy ennek a népnek fejedelmet adjon. Az ő útját járva tegyünk tanúságot, az Úr harcát nézve vállaljuk nevünk, és amíg csak élünk, e hit szerint éljünk, hogy szabadok legyünk. Szabad magyarok! A szobor megmentésére több felajánlás is érkezett az ünnepségen. Jakab Elemér, a Szlovák Köztársaság parlamenti képviselője 5000 eurót adott át Borsi község polgármester asszonyának a szobor és a talapzat felújítására. Nem akarok én ünneplőn túl lenni, kedves hölgyeim és uraim, de engedjék meg, hogy a Híd Párt parlamenti frakciója nevében átadjam a polgármester asszonynak Borsi község számlájára 5000 eurót készpénzben, amivel szeretnénk támogatni a nagyságos fejedelem Benszobrának a helyreállítási költségeit.
Köszönöm, hogy elfogadták a támogatásunkat. Én remélem, hogy a következő évfordulón mindannyian együtt koszorozhatjuk meg sokkal jobb időben a Nagyságos Fejedelem szobrát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr, és remélem, hogy nagy segítség ez a falunak, hogy meg tudjuk javítani a szobrot. Még egyszer köszönjük szépen a falu nevébe, testület nevében és a magam nevében is kívánok minden jót. Köszönöm szépen! Köszönöm. Lackó Lajos, a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás elnöke a jelenlévőknek beszámolt arról, hogyan lopták és találták meg egyazon napon a fejedelem bronzszobrát. Arról beszélt, milyen fontos számukra minden támogatás, amit a szobor felújításához és a kastély renoválásához kapnak. A délceg vezérlő fejedelmi szobrát, amely 1969-től Sárospatak irányába tekintve mozdulatlan méltósággal volt közöttünk, tolvaj gazemberek megszentségtelenítették. Ledöntett alapzatáról, kíméletlenül, lelketlenül, csak a múlt és a hűlt helyét hagyva. Ez a látvány fogadott bennünket március 1-én, amikor is megfagyott szívünk, lelkünk, és nem hittünk saját szemünknek. Felocsudva a rettenetből, azonnal a rendőrséghez fordultunk, majd Sátoraljaújhelyi kapitánsághoz, médiákhoz, nem hagyva mozgási lehetőséget a gazembereknek. Rendkívüli helyzet, rendkívüli összefogást eredményezett a Kassa kerületi rendőrigazgató, a Tőkered Pettervesi operatív nyomozókkal, élükön Vászlisla Fedor ezredessel, a sátoraljai rendőrség tipi alapján pár órán belül az elkövetőket kézre kerítette. Közönséges cigány féltolvajok voltak. Nagyfejedelmünk szobra három részre vágva, lemérve, szállításra, beolvasztásra készen. Mi hálás szívvel köszönjük, mint ahogy ezt a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás írásban is megtette rendőreink, és a hálás szívvel köszönjük itt most a Sátoraljaújhelyi Kapitányság felé is. Mi nagyságos urunk erdélyi fejedelmének szobra Budapesten készül, Gere László szobrászművész, restaurátor, cizellőr műhelyében, és várja hazatérését teljes pompájában, hogy soha többé el ne hagyjon minket, Borsit, az ő tisztelőket, a hozzázarándoklókat. Természetesen ennek van egy anyagi vonzata is, amit elsőnek ismert fel a Sátoraljaújhely város polgármestere, Szamos Völgyi Péter úr, és indította az adomány gyűjtését, amihez azonnal csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás, civil szervezetek, Sátoraljaújhely város maga, magyar közösség pártja, és reméljük minden ember, aki nem közömbös történelmünkhöz, akiben él, nagyok iránti tisztelet, és még pislákol a szeretet lángja. Mert ő szerette népét, beszélte nyelvüket, többek között ruszinul, szlovákul, és érdük áldozta fel vagyonát, elveit, életét. Mi ezt a napot a hála és a köszönet napjának nevezzük, és nem a haragénak, nem a bosszújának. Tesszük ezt hálából, hogy a Jóisten segítségével megmenekült a fejedelmünk remek művű szobra a reáváró tragédiától, a beolvasztástól. Hálából, hogy által olyan rendkívüli embereket is ismerhettünk meg, és adott nekünk, mint Szamos Völgyi Péter polgármester úr, aki nagy fejedelmünk által lett segítőnk, barátunk, és így Sátoraljaújhelyt szinte a második otthonunknak is tekinthetjük. Akinek az özvetlen segítsége nélkül nem pályázhattunk volna sikerrel a Magyar Külügyminisztérium által két pályázatban. Segítőkészségének köszönhetjük, hogy a megnyert 31.990 eurógyi összeget a tető rekonstrukciójára fordíthatjuk, aminek a munkálatai folyamatban vannak. Olyan emberek, mint Berényi József, a Magyar Közösség pártjának elnöke, akinek közbenjárására ma történelmi bejelentésre kerülhet sor. Hála és köszönet napja azért is, mert olyan sokan vannak, mint ahogy ebben a helyzetben, jelen helyzetben is láthattuk, akik meghallották kérésünket, bár még nem elegen, és adományaikkal segítik a szobor tökéletes restaurálását, és elegendő pénz esetén a talapzatnak is a restaurálását, helyrehozatalát. És így majd mindenki sajátjának is érezheti ezt a sokat szenvedett, csodálatos történelem gyerekét,
és majd büszkén mondhatja unokájának a talapzatnál, látod kicsim, ebben mi is segíthettünk. Tisztelt vendégeink, barátaink, most engedjék meg, hogy ismertessem a köszönőlevelet és a felkérésünket Szamosvölgyi Péter polgármester úr felé, akit a II. Rákóczi Ferenc polgári társulás tiszteletbeli elnökévé kért fel, és majd ezután megkérem Berény Józsefet, a Magyar Közösség Pártja elnökét, a történelmi bejelentésre és a felolvasása a köszönőlevelének. Kérném szépen. Oklevél. A II. Rákóczi Ferenc polgári társulás 2013. február 17. évzáró gyűlésén tiszteletbeli elnökének választotta Sátoraljói város polgármesterét, Szamosvölgyi Péter urat. A cím adományozásával valamennyi tagja nevében köszönetet mondunk segítségéért, amit a polgármester irányunkba gyakorol a város vezetésével egyetemben. Reméljük, hogy az ön segítségével, támogatásával közelebb kerülünk majd erőfeszítéseink megvalósításához, a II. Rákóczi Ferenc szülőotthonának megmentéséhez. Áldja meg a Jóisten segítőkészségét, ember szeretetét, nagyjaink iránti elkötelezettségét. További munkájához nagy jó egészséget, további sikereket kívánunk. A város fejlesztésében, kulturális életében elért kiváló eredményei alapján pedig még inkább felbátorodva higgyünk, nagy fejedelmünk jelmondatában, justam causam, deus non derelinget. Isten az ügyet, igaz ügyet nem hagyja el. 2013. május 24-én Borsiban. Még akkor nem tudtuk, hogy milyen esemény sorozatok fognak bekövetkezni, és mi vár ránk, és milyen tragédiának nézhetünk elébe. Tehát egybe kapcsoljuk a oklevelet és a köszönőlevelet, amely méltán kiérdemelt polgármester úr részéről, amiben a II. Rákóczi Ferenc polgári társulás hálásszívvel köszöni meg önnek és Sátoraljóhely város önkormányzatának a gyűjtés indított a nagyságos fejedelem szobrának egy realitásáért. A bronzból készült alkotás, amelyet Májerede szobrász művész készített 1906-ban a hazatérő fejedelem újra temetésére, vandál, szívtelen gazemberek súlyosan megrongálták. Az 1969-ben Borsiban felállított szobor így ismételten történelmi folyamán méltatlan helyzetbe került, és ugyanilyen szégyenbe sodorodott szeretett falunk is által. A II. Rákóczi Ferenc polgári társulás mindent megtesz, hogy falunk ékessége, büszkesége újra eredeti pompájába kerüljön vissza méltó helyére, és mi büszkén emelt hővel tekinthessünk fejedelmünkre, embertársainkra. Köszönjük szépen kezdeményezését, együttérzését, amely az összetartozás tudatát is magában hordozza. II. Rákóczi Ferenc különleges jelentőséggel bíró személyisége volt történelmünknek, és ma is az sok honfitársunk példaképe, és tudom, hogy ön is nagyra becsüli. A nagyságos fejedelem az, aki összeköt, bátorít és egyesít. Tisztelt polgármester úr, hivatásához kívánunk jó egészséget, és mindannyian abban bízunk, hogy még nagyon sokáig sikeresen vezeti Sátoraljóhely város önkormányzatát, gondoskodik rólunk, felvidéki magyarokról is, akinek sorsát mindig szívén viselte. Áldja meg Jóisten emberségét, segítőkészségét. Kelt az úrnak 2013-as évében, március hónapjának 24-e napján. Köszönöm szépen! Most pedig megkérném Berényi József, Magyar Közösség Pártjának elnökét, elnök urat, hogy tegye meg ezt a történelminek számító, a mi esetünkben feltétlenül történelminek számító bejelentést. És majd ezután a köszönő levelet átadnánk. Tisztelt konzulasszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt jelenlévő magyarországi vendégek, polgármester úr. Hát a történelmi bejelentésnek reméljük, hogy eredménye is lesz, hogyha a történelmi bejelentés végül is arról szól, hogy a két köztársasági elnök
Áderi János úr és Kasparovics elnök úr megegyeztek abban, hogy a két ország közös erőfeszítéssel újítja majd fel a kastélyt. Ennek az utolsó találkozásukkor volt írásos nyoma is, és hát ebben nekem csak annyi szerepem volt, hogy a hagyományoknak megfelelően az ilyen jellegű találkozók előtt módunk van konzultálni a magyarországi partnerekkel, így a köztársasági elnök úr is fogadott bennünket, és akkor éppen Lajos barátom kérésére tolmácsoltuk azt, hogy a két ország segítsége nélkül és az Európa Uniós alapok felhasználása nélkül nyilván Borsi község, de még Kassa megye sem tudja vállalni a kastély teljes rekonstrukciójának a költségeit. Nagyon örülünk annak, hogy mind a két köztársasági elnök úr ezt a kérést meghallotta, meghallgatta, és mind a két köztársasági elnök pozitívan állt ehhez a kérdéshez hozzá, és hozzáadták valójában a politikai súlyukat ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy a kastély felújítása sikeres legyen Európa Uniós támogatásból. Természetesen ez ma még most egy bejelentés csak, ennek innentől utána hangya munkával kell, hogy megszerveződjön, nyilván a helyi önkormányzatnak is ebben nagy szerepe kell, hogy legyen, de a politikai bejelentés ennek megtörtént, nagyobb szintről már nem is lehet, mint a két köztársasági elnök szintjéről, és ennek az eseménynek valójában innentől most már a konkrét munkák, a tényleges előkészítési folyamatnak kell átvenni a szerepét. Én bízom benne, hogy ahogy sikerült felújítani Madách Imre kastélyát Alsó-Sztregován, és nagyon szépen rendbehozni a két ország együttműködésével, hasonlóképpen sikerülni fog végre a Rákóczi kastélyt is méltó állapotába hozni. Ezt most akkor olvasom. És természetesen annyit szeretnék mondani, hogy valójában a kastély körüli felújítási munkálatok, de akár a szobor helyreállítása sem politikai versenyfutás, ez közösségi érdek, hogy ez mindegyikünk számára megfelelőképpen rendeződjön, akár a szobor felújítása, akár pedig a kastélynak a rekonstrukciója. Én azt hiszem, valójában tényleg nem arról van szó, hogy ki tesz többet ezért a dologért, hiszen szerintem mindenkinek a szíve ügye ez, minden politikai pártnak, minden közösségi szervezetnek, aki akár itt van jelen a teremben, akár lélekben van itt velünk. Természetesen mi is hozzájárulunk a szobor felújításához, természetesen mi is, mint a Magyar Közösség Pártja, hozzájárulunk minden jó kezdeményezéshez, ami abba az irányba fog mutatni, hogy előre haladjon Borsi, előre haladjon a megye, a kastély pedig elnyerje a méltó küllemét, ami a Rákóczi kastélyhoz jár. Köszönöm szépen! Tehát a köszönetünk és a hálánk elnök úr felé. A Borsi székhelyi II. Rákóczi Ferenc polgári társulás megalakulásakor nagyságos fejedelem szülőházának megmentését, felújítását tűzte ki céljául. Minden egyik igyekezetét, tudását, baráti kapcsolatait ennek veti alá, és valamennyi lehetőséget megragad arra, hogy ennek teret és hangot adjon. Ön elnök úr ezt a hangot meghallotta és felajánlotta segítségét, a Magyar Köztársaság, valamint a Szlovák Köztársaság elnök is csúcs találkozójának előkészítésekor. Ennek alapján született meg a történelmi bejelentés és megegyezés Áder János és Iván Gašparovics elnök úr között. A két államfő megállapodott abban is, hogy a II. Rákóczi Ferenc szülőházának felújítását uniós projekt keretében közösen segítik elő. Idézett Áder János Budapest 2013. február 19-én elhangzott a beszédéből. Közös szándékunk, hogy a fejedelem születésének 340. évfordulójára ez a ház eredeti pompájában helyreállításra kerüljön. Tisztelt elnök úr! Hálásan köszönjük eddigi figyelmét és támogatását, és arra kérjük, kísérje továbbra is figyelemmel a közös ügyünkkel kapcsolatos történéseket, hogy a 341. születési évforduló valóban beírja a nevét történelmünkbe. Kívánjuk, hogy közösségünk érdekébe végzett munkájához adjon a Jóisten erőt, egészséget, hitet és kitartást. Munkájához kérjük a Jóisten áldását és igazságot osztó kegyelmét. Elnök úr, köszönjük szépen! A két elnök úrnak Magyarország
miniszterelnökének, köztársasági elnökének és a szlovák köztársaság elnökének, Iván Gašparovics úrnak és Áder János elnök úrnak. Adjon a Jóisten jó Isten erőt, egészséget, hogy elképzelésük valóra váljon, aminek Borsi és a fejedelmet tisztelők, imádók lesznek majd a birtokosai. Köszönöm szépen! A köszöntők után az ünnepi beszédre felkérem dr. Orosz Ildikót, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökasszonyát. Tisztelt ünneplő gyülekezet, Rákóczi népe! Kárpátaljáról, a Rákóczi szabadságharc bölcsőjéből hozom Ung, Bereg, Máramaros és Ugocsa megyék üdvözletét. Öröm számomra, hogy a már évtizedes hagyományokkal rendelkező Borsi találkozó ismét méltó színhelyévé vált magyar, ruszin, szlovák együttgondolkodásnak. Ezek a hagyományok erősítenek bennünket, és megújuló erőt adnak közös feladatunk megoldására. A nép csak arra emlékezik, akit szeret. S tudjuk, hogy vannak nagyjaink, Mátyás, Rákóczi, Kossuth, akikre szívesen emlékezünk, s akiket a nép emlékezetében, meséiben, mondáiban foglal, ad tovább örökül. Nem csak mi, hanem többen, akik a vidéken élünk. Tudjuk és ismerjük a magyar mondákat s meséket, s tudjuk, milyen szeretettel fogadta is, tartja emlékezetében a kárpátaljai ruszinság is Rákóczi tiszteletét. Ismerjük a Rákóczi asztal történetét, amely ugye arról szól, hogy a bujdosása előtti pillanatban Rákóczi szálláson egy Duzsár nevű családnál szállt meg, amely a legtisztességesebb módon akarta ellátni őt, és az asztalán vetett neki ágyat. És ezt az asztalt erekjeként őrizték, és mutatták mindenkinek. És mikor eljött az ideje a 19. században, hogy az akkori Rákóczi Múzeum részére megvásárolja egy Baji Ilona nevezetű úrnő, akkor a falu kikísérte az asztalt, mint erekét a falu széléig, és bár nem Munkácson lett végül is a döntés, az előkészítő döntés alapján a Rákóczi Múzeum, de ma mindenki megtekintheti a Sárospataki Múzeumban az adott asztalt. És van olyan szokás is, ami egyes ruszin falvakban mai napig él, hogy a lakadalmas háznál a menyegzőn, a menyasszony mellett üresen hagynak egy terítéket, amire lehet már nem emlékeznek, hogy ez Rákóczinak szól, de a hagyomány szerint mi van akkor, ha visszatér? Helyt kell adni, és nem lehet az asztal szélére ültetni, csak a megfelelő tisztességet kell neki megadni. De miért is maradt meg a fejedelem emlékezete? Azért, amiért másokért. Azért, mert olyan célokat követett, amik tiszták. Ugyanis azok az örökérvényű értékek, amelyek ehhez a névhez kapcsolódnak igazságérzetre, hazaszeretetre és meg nem alkuvásra tanítanak bennünket. Jól tudjuk, hogy erre az eszmeiségre ma is nagy szükségünk van. Feltehetjük a kérdést, miért maradt meg, nem csak a magyar hagyományokban. Nem véletlen, hiszen jól tudjuk, hogy a nép emlékezete az mindig megőrzi a jót. A kultusz, ami körük neve köré épült, erről ékes szólóan szól. A tradíció, amit őrzünk a mai nappal is, az erősíti identitásunkat,
sajátos mentalitás és magasfokú igazságérzetet kölcsönöz számunkra. Ilyen szellemben kell, hogy nevelkedjünk, és kell, hogy az ifjúságot is neveljük. Ehhez a történelmi hagyatékhoz csupán a rosszindulatú diktatúrák, a népek múltját kisajátítani akarók és az örökös ellenségeskedés szítók viszonyultak ellenségesen és viszonyulnak ellenségesen ma is. Közös történelmünk tanúsítja, hogy mindig is nagy szükségünk volt az összetartás, az együttgondolkodásra. Mert amikor nem így volt, akkor olyan dolgok következtek és történtek velünk, aminek nem lett volna szabad megtörténni. Így mi is az üzenete Rákóczinak? Az, hogy ma is azon kell dolgoznunk, hogy a régi hibákon tanulva, ezúttal nem fegyverrel a kézben, de a törvény adta lehetőségekkel megvívjuk mindennapi harcunkat a közöny, a fásultság, az önérdek, az identitás zavar, vagy éppen a tenni nem akarás métejével szemben. Nem szabad felednünk, hogy a nemzet ereje jó részt a közös célokban rejlik. Mi tekintetünkben, Kárpátalja tekintetében is különösen aktuális ez. Hiszen bár törvény adta lehetőség lenne az anyanyelv használata, de úgy néz ki, azért nap mint nap meg kell vívni kis csatáinkat, és ez nem csak nálunk vagy így. A média révén hallhatunk így híreket Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, ahol az igénytelenség, a bátortalanság, az a kis kuruckodás, ami ahhoz kell, hogy megmerjek szólalni magyarul, hogy vállaljam magyarságomat hivatalban, üzletben, ott, ahol el kell járnom, az hiányzik sokszor belőlünk. Pedig jogokat tálcán nem adnak, és nem adtak a múltban sem, azokért mindig harcolni kellett. És ebben mutatott példát nekünk Rákóczi. Példát abban, hogy a kenyérért, a birtokaiért, amiért meghunyászkodhatott volna, megolkodhatott volna, hiszen gondolhatott arra, hogy neki is lesz családja, van családja, gyermekei, lemond és itthon marad. És akkor nem Sönborn kapja. De ehelyett példát mutatott, hogy a szabadság az fontosabb. És így ez a példa évszázadokon keresztül a haza megőrző erejének példájaként maradt fenn számunkra, és azt üzente, hogy lám-lám, ha valamit nagyon akarunk, és a közösségért tenni akarunk, akkor az egyéni saját gyarapodásról, boldogásról hogy kell lemondani. Nem véletlen, hogy a Rákóczi kultusz kapcsán volt korszak, míg nemzeti imádságunk meg nem született, Rákóczi indulót énekelték himnuszként. A második Rákóczi Ferenc politikai céljai ma a kisebbségiekével is párhuzamba hozhatók. Lényegében, ha a korabeli magyarságot a Habsburg Birodalom egyik népének tekintjük, a fejedelem számunkra igencsak aktuális dolgokról gondolkodott. A független ország létrehozása, akkor is a magyar nyelv teljes jogú használatát, a magyar iskolarendszer megerősítését és az úgynevezett ősi magyar törvények visszaállítását jelentette. Hasonló célokért kell ma is harcolnunk, és ez kötelességünk nem csak az anyaországban, hanem Rákóczi népének ott, ahol éppen a történelem sodorta vagy kapcsoltatta. Végül is azt gondolom, merítsünk erőt ehhez a harchoz, a Rákóczi hagyományokból. Kapaszkodjunk bele, és fűzzük fel erős lánccá, hogy Rákóczi népét a Felvidéken, Kárpátalján összefogja és megtartsa. És akkor népünk felvirágzik. És ebből az alkalomból
Kívánok önöknek erőt, egészséget, kitartást, sok sikert és bátorítást is ahhoz, hogy az imént elhangzott szép tervek megvalósuljanak, és hogy közösen egymásból építkezve tovább lépjünk. Engedjék meg, hogy meghívjam önöket a mi Ránkóczi emlékeinkre és évfordulóinkra, ami a zászlóbontással kezdődik majd május 21-én, 22-én Váriba, Beregszázban, és ami majd a győztes első csata a tiszaújlaki vagy tiszabecsi átkelés kapcsán július 15-én egy péterfalvai kurucfeszttel folytatódik, és amihez remélem kapunk erőt, egészséget és még pénzügyi támogatást is, és amihez majd hozzácsatolhatjuk a Munkácsi várban Zrínyi Ilona esküvőjének a méltatósítását, és Bercsényénél, vagy Krisztina Bált, amit felesége emlékére tartott. Ezek még tervek, de hiszünk abban, hogy van előttünk jövő, és ez a jövő egy alapos, erős múltra építkezik, akkor megvalósulhat. Kitartást ehhez mindannyiunknak, és sok sikert. Köszönöm. Köszönjük szépen dr. Orosz Ildikó ünnepi beszédét, és természetesen a meghívását, amit elfogadunk. És most felkérem Szamosvölgyi Péter Csátoralja Újhely polgármesterét, hogy fáradjon ide a színpadra, hogy a Magyar Közösség Pártja járási elnöksége, illetve a második Rákóczi Ferenc polgári társulása közösen adjuk át a köszönőlevelet a polgármester úrnak. Polgármester úr, hálás szívvel köszönjük, amit eddig tettél értünk, tartsa meg jó Isten, hogy továbbra is ez így sikerül. Nagyon szépen köszönjük az ajándékot a polgármester úrtól, amit kezdeményezésére hát kézbe vehetünk a város és a civil szervezetek összeadásából. Tehát nagyon szép ajándék ez a mai, mint ugye az országgyűlési képviselő úr részéről, szervezetek, civil szervezetek részéről, egyes személyek részéről, és mindent hálás szívvel köszönünk. Értékeljük, és nagyon nagyra értékeljük a látszólag kisebb összegeket is, esetleg az aprót is, akár egy 10 centet is. Mert minden attól függ, hogy milyen szívvel adjuk. Tehát végtelen boldogság önti el szívünket, mikor a község, polgári társulásunk ilyen ajándékot kap, és most már biztosan hihetjük azt, hogy méltó módon fel tudjuk újítani ezt a remek művet, ezt a mellszobrot. Méltán hisszük azt, hogy a talapzatot is, ahogy ez érdemli, meg tudjuk csinálni méltóképpen. És aztán pedig a többit a kastély rekonstrukciójára. Hálás szívvel köszönjük szépen. Emlékező gondolatait osztja meg velünk Kozsnyászki János, az Országos Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat országos alelnöke. Szláva Iszuszu Krisztu! Ahogyan köszönnek a ruszinok, amikor templomba mennek, vagy nagy ünnep van. A mai ünnepre, miután felkértek, hogyha mondanék egy pár szót a ruszinságról, a történelmünkről, megemlékezve, bánat és szomorúság töltötte el szívemet, hiszen egy olyan esemény történt, amely esemény, gondolom, valamennyiünket, akik szeretjük a nagyságos fejedelmünket, kicsikét rosszul, fájdalommal érintett. Éppen ezért engedjék meg, hogy én is egyem a szoborhoz szólóban, de a nagy fejedelem szavait idézve, a fejedelem utolsó éjszakája. A nagy fejedelem, amikor már minden hitét elvesztette, hogy a szószegő Bécs udvar a népszabadságát tisztelni fogja, utolsó reménységét
Nagy Péter orosz cárba vetette. Tervei sikerének érdekében az orosz cárhoz sietett. Munkácsról indult Oroszország felé. Rettentő hidegben, erős havazás közben búcsúzott Rákóczi Munkácstól, és útját a Vereckei szoros felé vezette. Menet közben kor este ráesteledett, éppen Zabadka község határában járt. Az ord időjárás miatt nem folytathatta útját, ezért elhatározta, hogy a faluba hál meg. A kis község legjobb kunyhójában egy rozog a kis házikóban szállt meg a fejedelem kísérete. A jószívű, de szegény házigazda élelemmel kínálta a fejedelmet, de kilétéről mit sem sejtett, mert Rákóczi arról hallgatott. Késő este volt, amikor pihenni tértek, és Rákóczi Ferenc fejedelemnek pihenőhelyéül egy kecskelábú faasztal jutott. Le is feküdt. Az év folyamán az asztalra ráfaragta nevének kezdő betűit. A parasztember és családja, az egész Oszin falu lakossága erekéként őrizte az asztalt, amely szerintük minden bajtól és veszedelemtől megmentette a falujukat. A parasztember és családja megmentette a falujukat. Ennyi az idézet a fejedelemről. 1711. május 1-én a Majtényi síkon a kohut sereg Pálffy János császári fővezérnek fölbeszúrt, mint egy másfél száz zászlót és hűséget esküdött a halott királynak. A szatmári béke a magyar főrendek és a Habsburg dinasztia kompromisszumoként jött létre. Rákóczinak célja volt, hogy a szatmári békében elismertessék azon vívmányokat és eredményeket, amit kivívott, de hát sajnos erre nem került sor. Sőt, az a szatmári béke, ami megköttetett, a Habsburgok által az sem lett betartva. A legvégsőkig a ruszinok tartottak ki, Munkács Kuruc ellenállás utolsó erőssége volt. Csak nem két hónappal Majtény után, június 24-én hódolt be Senyei István parancsnoksága alatt álló vár Pálffy császári főparancsnoknak. A szabadságharcot végigharcoló ruszinok egy része nem tért haza szülőhelyére. Ugocsa, Szabolcs, Zemplén, hajdúsági harcokban elnéptelenedett falvakban telepedtek le. Ezek a települések lettek a 18. századon megerősödő ruszin vásdorlásnak első célpontjai, ahonnan tovább haladva egészen a déli bácskáig jöttek létre általuk benépésített falvak. A ruszinság történelmi sorsa azonos a magyarság történelmi sorsával, de ide vehetjük a történelmi Magyarországon élő nemzetiségiek sorsával is. Tudjuk, ismerjük történelünkből, hogy a két világháború közötti, sőt az azt megelőző évek kivándorlásai, a háborúk, amelyek tizedelték nem csak a magyart, tizedelték mindenkit tizedelt, hisz a háborúban nincs törvény. Éppen ezért az előttem szólókhoz csatlakozva, hitünkben megerősödve kérek mindenkit, gondolkodjanak el rajta, tegyék magukévá a hagyj élni és élni hagyni, tegyék magukévá, ha nem tudok segíteni, ártani nem fogok, és tegyük magunkévá azt a fajta keresztényi szeretetet, amelyet hirdet nekünk Jézus. Köszönöm a figyelmüket! Megrontatik kezünket, a kapott szent.
Sátoraljaújhely testvértelepülésének Sóváradnak a képviselői egy székely zászlót adományoztak a Borsi Polgári Társulásnak. Tisztelt jelenlevők! Nagy öröm számomra, hogy mi hárman, hármas csoportommal első alkalommal képviselhetem az Erdély Sóvárad községet, Sátoraljaújhely testvértelepülését ezen a meghitt ünnepélyen. Visszalapozva a történelemben 1704. július 7-e és 12-e között Erdély utolsó fejedelem választó országgyűlése egyhangulag, ellenszavazat nélkül ismerte el urának második Rákóczi Ferencet, első Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona fiát. Az űrzavaros politikai okok miatt a beiktatása azonban csak 1707. április 5-én került sor a Marosvásárhelyi országgyűlésen. A megválasztás sikert titka legalább annyira Rákóczi magyarországi eredményeiben, mint társadalmi összefogást teremtő politikájában rejlett. Így vélekedik Szaniszló Zsigmond, erdélyi unitárius köznemes, később Rákóczi híve. Kegyelmes urunk, őnagyságának bejövetele az hazában olyan szükséges, mint az nagy sötétségben a szép napnak fénye. Az erdélyi fejedelemsége alatt Rákóczi a súlyos belpolitikai nehézségeket igyekezett leküzdeni. Erős, központosított hatalmat hozott létre, kinevezte az erdélyi konzilium tagjait, meghatározta a testület működési körét. Az állami igazgatásban előszeretettel alkalmazott városi kisnemeseket és igyekezett bevenni a szászok képviselőit is. Az 1507-ben megalakult Magyarországi Konfederáció alkalmával döntés született arról, hogy a Magyarországi Konfederációs rendek csatlakozzanak az erdélyi rendekhez. Így a Rákóczi vezetése alatt lezajló szabadságharcban közösen küzdöttek a magyar nemzet szabadságáért. Ezt a közösen küzdést napjainkban is át kell tenni, amikor is anyaországiak és anyaország határain kívül szabad, szakadt magyarok, összefogva kell küzdjünk megmaradásunkért szülőföldünkön, és közös erővel kiharcolni jogainkat a nagy európai közösségben. Ezen eszmény vezérelje mindannyiunkat a továbbiakban is. És most engedjék meg, hogy átnyújtsuk a székely zászlót a II. Rákóczi Ferenc Polgári Egyesület vezetőségének. Köszönöm szépen, hogy hallottam. Köszönjük. Van helyzet, mikor nem tudunk megfelelően talán férfiasan viselkedni, de egy ilyen gesztus hát mindig megható, különösképpen, hogy egy azon véleményen vagyunk, egy azon a sorsunk a székely testvéreinkkel. Nagyon megtisztelő, hogy ilyen távolságból jönnek, velünk együtt emlékeznek, ünnepeljük, ünneplünk. Jó Isten tartsa meg őket, és elképzeléseik sikerre vezessenek. Isten hallgasson. A megemlékezés végén az ünnepi menet átvonult a Borsi kastélyhoz, ahol ezúttal a fejedelem képmása előtt tették tiszteletüket anyaországi és felvidéki civil szervezetek, pártok és hivatalok képviselői.